Az első foglalkozás a pittypang festés. Kellékek, szükséges anyagok. WC papírguriga, akrilfesték, ecset, vászon, keverőtálka vagy műanyagtál, olló, vizesedény, fülpiszkáló pálcika. 5 éves kortól ajánlott. Időtartam 1 óra száradással mindennel együtt. Első lépés. Tegyük ki a háttérnek gondolt megfelelő színeket a keverőtálkára. Az akrilfesték nem igényel sok vizet, így egyből fel lehet vinni a vászonra. Lehet egyszínű háttér, vagy akár csíkok, hullámok benne, ez teljesen a képzeletünkre van bízva. Az akrilfesték gyorsan szárad, így amíg a háttér szárad, lehet a pittypangot előkészíteni. Második lépés. Vágjuk be a WC papírgurigát a feléi, vékony csíkokra, majd hajtsuk ki őket, mintha egy virágot kapnánk. Terítsük szét a kívánt színt a keverőtálkán, amivel a pittypangot szeretnénk formázni. Ebbe rakjuk bele a gurigát, majd nyomjuk rá finoman a vászonra ugyanott többször. A végét fülpiszkáló pálcikával pontozzuk, a közepére is tegyünk párat, majd onnan húzzuk neki a szárat. A háttérre is pálcikával nyomjuk a pontokat, ezek lesznek a pittypang magok. Bármivel díszíthetik a gyerekek a hátteret. Képességfejlesztés gyerekeknek játékosan. Bemelegítés zenére gimnasztikusan, egy számnyi hosszúság elegendő. Feladatokhoz eszközigény, lufik, zoknik, plüssállat, toll, teniszlabda, 2 kosár. Minimum mindenből 8 darab, ha 2 gyerek van. Sziasztok gyerekek, akkor kis bemelegítéssel kezdjük is el ezt a kis fejlesztős játékunkat. Gyertek! Csípőn a kezed, bár széles terpezés, csuppansd előre, előre, azaz, forgat oldal, forgat, forgat, és körözés előtt, körözés, úgy helyben jár, gyerünk helyben, ugyaz. Válkőzés. Próbáld meg elől összeérinteni a két könyököd. Azaz. Előre. Két könyök. Hátra. Úgy malomkőzés. Mintha úsznál. Azaz. Úgy kell közben időlünk. Úgy. Egyik oldal, másik oldal. És most forgatod, mint a kaszánál. Forgat. Forgat. És sepülünk lent. Próbálni megérinteni a földet. Úgy helyben jár. És húztad a térdel, és a kezed húzod, húzod, azaz, húzod föl, és most a sarkad, sarkad emel, próbáld meg a popsit megérinteni, és a füled mellé a kezed. Azaz, te egy picit hinta, hinta hozd a kezed, húzza. Azaz, hozd, hozd, és helyben jár, és ugrál, ugrál, körbe, és taps. Azaz, ugrál, körbe, ugrál, ugrál, és taps. Azaz, kicsit hinta, hinta. Oké, oldalra lép. Ugrás oldalra, ugrás és fordul, körbe, és taps, fordul, körbe, és taps, hinta, 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 oldalt, oldalt, taps, oldalt.
Taps! Holdál, taps! Forgás! Ugrik! Forgás! Ugrik! Forgás! Ugrik! És menj levegő! Ügyesek voltatok! Az a játék lényege, ugye látsz itt a földön egy csomó lufit, plüssávat, toll, ceruza, zokni, meg a két labda. És az a lényeg, hogy ez a vonal, innen indulunk, jó? Mi mindig úgy mögötte indulunk, jó? Válasz ki, hogy melyik doboz szeretnéd. Hogy? Melyik? Elég csak rámutatnod. Azt a szívecsést. Jó, akkor te leszeretem az oldalon, én leszeretem az oldalon. Szóval két perc van, hogy rakok időzítőt majd, jó? És az a lényeg, hogy két perc alatt megmutatom, hogy itt innen indulunk. Bármit, amit fölveszel, minél több dolgot bele kell rakni pókerra. Ugye mindig az, hogy majd indul egy óra, egy kettő, és megmutatom, jó? Még nem kell. És az a lényeg, hogy pókjárás van, jó? Hogy pókjárás van, kell elvinned a dobozit. Ha kiesik, akkor megállsz, visszarakod, jó? Belerakod a dobozba, és nem gyorsan visszafutsz, és gyűjtöd a következőt. Jó. És erre van két percünk, jó? Jó. Na, várjál csak. Beállítjuk a két percet. Jó. És visszahozom a lufit, mert jó. Ezért nem, hogy kevesebb legyen. Meg lehet, hogy hozok még lufit, mert hogy elmérendésed. Szóval ide lakom a szőnyegre. Jó? Jó. Ide lakom a szőnyegre. És hozok még egy kicsit. Jó? Vagy minél több. Most csak próbáljuk csak a lufikat, jó? Először, hogy jó? Na, várjál, gyorsan elnyitom. És akkor 3, 2, 1, mert jó? Két percünk. Azaz, hajrá. Jaj. Jó, visszafele úgy is futni kell, hogyha ne eljárjuk. Próbáld meg úgy, hogy sikerül ne essen ki. Nagyon ügyes vagy. Azaz, figyelj! Na, futass vissza! Úgy. Elállni van időnk. Azaz. Szóval egy perc alatt
úgy kell, hogy nyuszi ugrásban elugrálunk a kosárig. Jó, megmutatom, jó? Nyuszi ugrásban elugrálunk a kosárig. Jó? Ide. Jó, megpróbálsz egy nyuszit? Nézzük meg. Úgy, az nagyon ügyes nyuszi. Jó? És amikor elértél a kosárig a nyusziban, jó? Megvárom, hogy visszamész. Ha elértél a kosárig a nyusziban, hogy gyorsan visszafutsz, és ilyen lerakod ide magadnak, hogy mennyi gyűjtötték le arra az oldalra. Jó, ez egy plusz kuki, ezt most elrakom. Jó, most visszarakom. Jó, szóval az a lényeg, hogy egy perc alatt minél több lufit ki kell venni. Jó. Jó? Na, megnézzük akkor a próbát? Már elkészülni. Nyuszi ugrásba, a nyusziba indulunk, tudod, visszafele meg futunk, jó? Elkészülni, vigyázz, meg! Gyorsan, gyors nyusziakban. Azaz, úgy futás vissza, rakd a lupit, és aztán nyire megint nyusziba. Hajrá, hajrá, húd a dobogat a nyuszi! Hú, de vigyázz, de nem lehet maradva. Hajrá, hajrá, nyuszika! Vissza. Az a lényeg, hogy ezt is gyorsan, mert ő azt fog nyerni, akinek több dolga van benne. Ha gondolod, egyszerre vehet fel többet is, két kezedre, egy zoknit, vagy tollat, vagy bármit. Jó, de az a lényeg, hogy vagy lufi bármilyen tárgy, ami ott van a szőnyegen, hogy jó, abból minél több legyen a dobozba. Jó? Na, akkor beállítom az időzítőt. Jó, az a lényeg, hogy törpejárásba kell menni. Na, menjél vissza a helyedre, feküdj le, gyere ide helyedre, akkor oda. Jó, na, 3, 2, meg, törpejárás. Úgy, úgy. Azaz, hajrá, hajrá, nem baj. Törpejárás, próbálj egy kicsit lábujjhegyen, ha egy picit a lábujjhegyed. Úgy, 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 ügyes vagy. Azaz. Húzza, kettő meg van. Visszafele lábujjhegyen. Gyorsan, gyorsan. Úgy, úgy. Ügyes. Ügyesen. Úgy, úgy. Előrefele, mert hozzá hozd a lábad előrefele. Picit. Aha. Meg följebb a popsidat. Úgy, úgy. Úgy, egy picit. Azaz. Na. Ügyes vagy. Ó, kettőszer ez meg volt. Fogás, gyorsan, lábujjhegyen vissza. Még nem járt le az idő. Az miért, akinek több dolga van benne. Azaz, picit fennem a boxi lábujjhegyen, ügyes vagy. Azaz, gyorsan lábujjhegyen vissza. Óriási állás. Azaz. Ki nem járt az idő. Gyorsan. Azaz.
lábad sikerült vele raknod oda. Számolj meg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dolgot? Nekem csak 6-ot. Nagyon ügyes vagy. Na, akkor vigyük vissza, és adjunk még egy kört. Szerintem gondoltunk a következőre, mert ez fárasztó. Ez fárasztó volt? Elhiszem. De azért próbáljunk meg még egyet, jó? Jó, még egy kört, és akkor... Egy percünk van most, most másik lesz, hogy a bal lábaddal kell fölvenni. Jó? De próbálj meg inkább az oknikat, mert Püst, mert a tollal nehezebb lesz ugrálni, jó? Na, elkészülni. Vigyázz, mert! Hopp, elheted az oknit. Nem a kezünkkel, nem segítünk, a lábunkkal próbálj meg csak szorítsd. Aha, ez az. Csak jobb lábon ugrálsz. Azaz, futás vissza, hát megy az idő. Ja, és nekem is nehéz volt fölvenni. Hopp. Azaz, jó, szorítsd meg, azaz. Azaz, jobb lábon ugrálunk. Na, nekem is ez az ügyetlen eddig. Jaj, hopp, belerakta. Vagy futás, van még idő. Fújt, püsselhetet is, bármelyiket. Ez az, én megpróbálom őt. Vagy az oknit is, bármelyiket, amelyiket gyorsan tudod próbálni. Úgy, ó, megfogtad aztán azt a nyakánál. Azaz, úgy, azaz, áh, tesz még belemegy. Na nézzük, kinek mennyi sikerült. Kettő? Ó, nekem most 3. Na jó, egy kicsit ügyesebb voltam, de nagyon ügyes voltál. És egyébként készültem azzal, hogy ő a kis ajándékod. Ó, jó, szívesen. Ügyes. Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.